Kiürítették London legmagasabb felhőkarcolóját, miután hatalmas füst szivárgott az alagsorból. Nagy volt az ijegység, először mindenki megpróbált kimenekülni az Üvegszilánk nevű épületből. A felhőkarcoló egyébként a brit főváros minden pontjáról látszik, 550 milliárd forintnyi pénzből építették meg. Csütörtök reggel kiürítették az Üvegszilánkot, London legmagasabb felhőkarcolóját, mert füst szivárgott az alagsorból. Tűznek egyelőre nem találták nyomát a szakértők, de az épület átvizsgálása még mindig tart. A Sky News televízió tájékoztatása szerint 900 embernek kellett elhagynia a toronyházat. Az elnyújtott piramis alakú épület, amely a brit főváros szinte minden pontjáról látszik, 309 méter magas. Becslések szerint 1,5 milliárd fontba, átszámítva 550 milliárd forintba került. Kívülről minden oldalról üveg borítja, a 11 ezer üvegtábla 8 futballpályányi területű. A 2012-ben elkészült épület nagy részét a katari állam vagyonalapja finanszírozta, így London legújabb és legmagasabb felhőkarcolója többségi katari állami tulajdonban van. Az épületben irodák, éttermek, egy ötcsillagos szálloda és luxus lakások kaptak helyet.